Üdvözlöm Önöket, én Kocsis Andrea vagyok. Alig pár perccel ezelőtt érkeztünk meg a Dunakanyar egyik kapujába, ide Dunakeszire. Itt töltjük majd az elkövetkezendő 45 percet, szóval hogyha kíváncsiak arra, hogy hogyan nézett ki az ókori római kikötőerődítmény, és hogy maradt-e belőle bármi, vagy hogy miért éppen Dunakeszin építették meg Magyarország legnagyobb lóversenypályáját, ahol egyébként overdose-t is tréningelték és edzették, és ha tudni szeretnék, hogy a Dunapart és az azt körülölelő ártéri erdő milyen kincseket rejt magában, akkor mindenképpen tartsanak velünk. Dunakeszi Pest megye második legnagyobb települése, Érd után. A város a Duna balpartján a fővárostól csupán 15 kilométerre fekszik északra. A Duna egyébként hangsúlyos szerepet kap mai adásunkban, hiszen kirándulni is itt fogunk az ártéri erdőkben, de amíg megérkeznek a gyerekek, addig irány a római kori kikötőerőd szintén a Dunaparton. Egy nagyon különleges helyszínén vagyunk most Dunakeszinek, ugyanis itt valaha egy erődítmény állt, és ma ugye ez a római kori erődítmény néven ismert ez a helyszín. Mit lehet erről tudni egyáltalán? Lehet-e ebből bármit itt látni manapság? Igen, lehet itt látni. Van egy múzeumunk, amely a római kori kikötő erőd romjait az északi, nem, a déli falat tartalmazza. Dunakeszi már az őskorban is lakott volt. Egy jóval délebbre Budapest felé lévő területen megtelepedtek az ősemberek, és aztán a római birodalom bukásához közel, az időszámításunk szerinti 3. század második felében a rómaiak átlépték a Dunát, mert ugye a római birodalomhoz, a Pannonia tartományhoz a Dunán túli rész tartozott. A Dunán inneni részt azt csak a bukás előtt nem sokkal lépték át, mert addigra már a barbár támadások annyira nyomasztották úgymond a birodalmat, hogy kénytelenek voltak erősségeket építeni ezen az oldalon is. Így született meg ez a kikötő erőd is. Ez egy pici erőd volt, itt egyszerre 25-50 katona kapott csak helyet a családjaikkal együtt, ám de ennek az erődnek volt egy párja a túloldalon, a Horányi oldalon, egy ugyanilyen kikötőerőd, és a kettő között akkor is a rév működött, tehát már akkor is átkelőnek használták. Ennek az erődnek a dolga, az átkelő védelme volt, mert hogy Göd-Bocsaúj telepen építettek volna egy nagy erődöt, de ezt soha nem fejezték be. Maga a kikötőerőd, ezt meg is tudom itt mutatni ezen a kis turisztikai táblán, amiket a város csináltat, ezeket a turisztikai táblákat. Tehát maga az erőd valahogy így nézhetett ki, ezt a régészeti adatok alapján tudjuk. A Magyar Nemzeti Múzeum régészei ástak ezen a környéken. Amit megtaláltak és a múzeumban látható, az ez a falrész, illetve itt lehet látni, ugye, hogy még hol ástak, a feketével jelölt részek azok, amiket feltártak, és mivel a rómaiak típuserődöket építettek, ebből tudjuk, hogy nagyjából így nézhetett ki. Ugye volt egy lejárat a Dunához, itt kötött ki a hajó, ez egy hullámtörő, ugye, hogy ne nyomja neki a hajót a kikötőerődnek. Ez a része valószínűleg soha nem lesz meg, ez beledőlt a Dunába, ugye hát majdnem 2000 év telt el azóta, úgyhogy csak ezek az északi részei vannak meg. Van előttünk egy huvárkód, nem tudok elmenni mellette szó nélkül, mert ugye a gyerekeket meg a látogatókat nyilván ez keresik. Én úgy tudom, hogy a fiatalok keresik, és ha én ezt most megnézem, akkor mi az, amit találni fogok? Hát tulajdonképpen két QR-kódot is látunk a táblán, ez a nagyobbik. Ez a múzeum belsejét mutatja meg azzal a faldarabbal együtt, amit ugye itt feltártak. A kisebbik, az az Actionbound nevű alkalmazásra viszel minket, amelyének segítségével 6 darab dunakeszi helytörténeti sétát lehet lejárni egyénileg. Egyszerűen beolvassa az ember, letölti az alkalmazást, megkeresi azt, hogy melyik sétán szeretne végigmenni. Ott leírások vannak arról, hogy mit lát, feladatok, ezeket be lehet küldeni hozzám a helytörténeti gyűjteménybe, és akkor én oklevelet, ajándékot szoktam adni a fiataloknak, de ha idősebbek kérik, természetesen nekik is. De jó pofa ötlet, és akkor ezt most megnézhetem? Természetesen. Nem tudtam nyugodni, azon morfondíroztam, ha már eljöttem Dunakeszire, nehogy úgy térjek haza, hogy csak egy alkalmazáson keresztül látom az ókori római erőd maradványait, Magyarország legnagyobb római kori romját. Ugyanis itt az eredeti fal eléri a 2,5 méteres magasságot, nincs még egy ilyen hazánkban. Felkerestem hát azt a magánházat, ahol megtalálták az egykori erőd falait. Nem volt nehéz dolgom, azonnal meglett az épület. Végül mégis falba ütköztem, mert kiderült, hogy forgatásunk idején a tulajdonos épp nem tartózkodott otthon. Pár nappal később viszont Skype-on elértük.
teljesen átlag emberként elkezdtünk építkezni, akkor az volt az első, hogy emlékszik, ugye van egy két szint magán a kiejtőtéren belül, amely kiejtőtér alapvetően ugye az erő, szó szerint az erőd mellett van, és ott van egy lépcső, ami azért van, mert mindegy, fel kellett hozni a szintet, hogy a saroktól nyarul ne folyjon ki a homok, és itt van egy nagy betonpillér, és amögött, ugye itt egy domb volt, amikor mi ezt megvettük, és ezen volt egy ócska garázs, alatta az alsó, a kert alsó szintjén volt a házunk, és ott, ahol a markoló kezdte ásni az alapokat, ott rögtön bele markolt a római erőd falába. Akkor jött a Magyar Nemzeti Múzeum, közölte velem, hogy van a telkemen egy római erőd, amit a tudomány már ismer, és Valentin János császár idejére datálja, ami a 360-as évek vége, és ugye azt is mondta, hogy két lehetőség, vagyis az a lehetőségem, vagy az a kötelességem, hogy saját pénzemből ezt feltáratom, és utána valamilyen feltételekkel építkezhetek, vagy, és akkor nem értettem, vagy feltárjuk az egészet, akkor hát valahogy vagy építkezek, vagy nem lesz, ami lesz. És én 2007-ben, ez 2002-ben volt, 2007-ben engedtem be az első újságot, aki leírta a nevemet, az volt a National Geographic, a Nemzeti Múzeum és a Kulturális Örökség Védelmi Hivatal kért meg, hogy vállaljam el a nevemet, mert ez egy elég nagyon nagy érték, amit létrehoztam, és ők írták maga, az újság Kovács Olivérnek írták, hogy jól emlékszem a riportert, kutatta meg, hogy én vagyok az első, mondjuk azt, hogy őrült Európában, aki azt mondta, hogy lesz, ami lesz. Akkor végül is úgy sikerült megoldani a házamat, hogy 250 négyzetméterrel nagyobb lett, és kialakult ez a kiállítótér. És már akkor azt gondoltam, nem volt előtte igazán történelmi érdeklődésem, hogy ez egy olyan érték, amit közre kell adjak, nem kötelességből, hanem egyszerűen azért, mert annyira különleges. És akkor már úgy alakítottam ki a zsaluzáskor, stb., hogy ugye lefektettem, tehát csöveket tettem be az alapok, betonozták, hogy majd később lámpákat lehessen. Tehát egy csomó utat kialakítottam, és azon elkezdtem ezt tervezni, hogy ez valamilyen módon egy kiállítóhelyé válhasson, ami majd 2009-ben valósul meg. Nekem ez hihetetlenül érdekes volt, és azt gondoltam, hogy egy római erődnek valamilyen része van a telkemen, nekem eszembe se jutott azt, hogy visszatemetessem, meg ugye én, mivel magánemberként ilyenről még nem hallottam, számomra ez teljesen újdonság volt, tehát fel sem merült az, hogy mi lehet velem. Azonnal fantasztikusan érdekelt, és azt mondtam, hogy lesz, ami lesz, akkor ezt bemutathatóvá kell tennem bármi áron, és hát így is viselkedtem az elmúlt, nem tudom én, nagyon sok évben, és már 10-akárhány évben, és ennek volt a folyamatvány, ez a kiállítás, ami gyakorlatilag 95% önerőben volt. A ház és a múzeum egyébként már 2004-ben műemléki védelem alá került, ráadásul csak nem az UNESCO világörökség része lett. Volt egy dr. Visi Zsolt, és hál' Istennek ér egy nagyon híres ókorkutatóm, akinek az volt az álma, hogy a Duna mentén váljék világörökséggé. És mivel ugye ez 2002-ben belecsöppentem ebbe a szakmába, ami amúgy nagyon zárt, és 2010-ben én megkaptam ezért a legnagyobb magyar régészeti kitüntetést, a Hansmann Imre díjat, ezért valamilyen módon a szakma valamilyen mértékig befogadott, meg mégsem mondhatták azt, hogy a legnagyobb kitüntetőt, bocsánat, egy őrült, és ezért elkezdtem a szakmának magyarázni azt, hogy egy világörökség, mert ez volt a Visi professzor, vagy Visi tanár úr álma, az egy óriási költség, csak egy gazdag társadalom engedheti meg magának azt, hogy a kultúrát ápolja. És rólam fel sem merülhetett az, hogy én a kultúrát pénzé akarom tenni öncélúan, mert amit csináltam, az előzményt adta a kutatóknak, hogy ez igenis a kultúráért, a társadalmukért, és ezt meg önmagamért is csináltam, és azért próbáltam rájuk idézőbe erőltetni azt, hogy ez a világörökségi program megindulhasson, mert ha ez az kulturális érték, aminek a fenntartása ugye egy óriási költség, az pénzt hozhat, az egyetlen esély a kultúrán, és a társadalomnak meg egy esély arra, hogy sok pénzt keresztem. Ez 12 év alatt sikerült is elérnem, Magyarország nevezte ezt egy nagyon szűk kis csapattal, aminek a munkájának a 97%-a én voltam, a másik három, ami nagyon fontos volt, de mások adták, és tavaly júliusban jelentette volna be az UNESCO. Annyira különleges volt ez a nevezés, hogy Ausztria, Németország is felgyorsította a munkám alapján, mert bemutattam, hogyha a Duna mente világhírűvé válik, és mindegy, hogy a római vagy bármi módon, hogy minden más, ami nem római,
az alkotóval válik vele, Budapest, Bécs, valamilyen szinten egy kicsit Belgrád is, bár azt nem érítette volna, meg Pozsony is, és ezért ez négy ország nevezése lett, ez majdnem 1000 km gyakorlatilag Tulumtól, mondjuk Regensburg adott nevesen, egészen Mohácsig. 3 héttel a bejelentés előtt több évtizedes munka tönkretéve gyakorlatilag a kormány ebből kivonult. Itt sajnos a világörökség részen nem lett a késő római kori erőd, de hála Attilának az erődítmény falait, egy tornyát, valamint a kiállítást előzetes időpontegyeztetéssel meg lehet tekinteni. Érdemes is, mert a tulajdonos az erőd történetét és a területen feltárt régészeti leleteket színes történeteken keresztül mutatja be. Ráadásul téglát is lehet simogatni, ami 12-13 kiló, így érezhetjük, hogy micsoda súlya volt egy ókori kőnek, amiből ez a csoda is épült. Megérkeztünk Dunakeszi főterére, és nekem az volt előzetesen a célom, hogy ide majd gyalog fogunk átjönni, de hát ez kicsit hosszabb távról van szó. A turista, hogyha a kikötőből fel szeretné ide jönni a főtérre, akkor hogyan teheti ezt meg? Hát természetesen megteheti gépjárművel, de én inkább mindenkit arra buzdítok, hogy jöjjenek ki Dunakeszire biciklivel, hiszen Dunakeszi déli határában megy el az Eurovelo 6 nemzetközi kerékpárútvonal, amely a Fekete erdőt és a Fekete tengert fogja egyszer majd összekötni. Budapestről most már ki lehet jönni így kerékpárral Dunakeszire, és Dunakeszin belül pedig kiváló városi kerékpárút hálózat működik, így azon keresztül ide el lehet jutni hozzánk a 4. Béla király főtérre. Illetve a nézőknek mondom, hogy az előző helyszínen beszélgettünk különböző tematikus sétákról, és közben Dórinak a táskájából előkerült két kiadvány is, és megtudtam, hogy nem csak felnőtteknek, hanem a gyerekeknek is van ilyen helytörténeti sétafüzet. Erről mesél nekünk egy kicsit, hogy mi ez a titkos utakon tulajdonképpen, ez miről szól? Talán ott kellene ezt röviden elkezdenünk, hogy Dunakeszi ma egy majdnem 50 000 fős település. Az utóbbi 22 évben duplájára nőtt a lakosság. Nagyon sok a kiköltöző, tehát aki Budapestről, vagy akár bárhonnan, máshonnan érkezett Dunakeszire, és sokszor a szülők sem ismerik a települést, így nem tudják elvinni a gyerekeiket, megnézni magát Dunakeszit, pedig Dunakeszinek 750 évnél is nagyobb történelme van. És ezért készült ez a kis kiadvány, ez a Titkos utakon című kis helytörténeti sétafüzet. Ebben 6 tematikus túra van az 5-10 éves korosztály számára, amit le lehet járni egyénileg, le lehet járni osztállyal, rengetegszer megyek óvodai csoportokkal, osztályokkal, helytörténeti sétákra, és akkor ebben információk is vannak, feladatok is vannak. Mi most a gyerekeknek szóló tematikus séták helyett a főtéren teszünk egy kört. Séta közben Dóra több helyszínt is javasol. Nem is tétlenkedünk tovább, indulunk egy újonnan nyílt kiállításra. Ez már az imént említett technikai kiállítás. Itt több mint 10 000 technikai tárgy és 15 000 hanglemez az, ami a tárlat iránt érdeklődőket várja. Magángyűjteményről van szó. Mikor kezdte el gyűjteni ezeket a tárgyakat, meg miért egyáltalán? 55 éve kezdtem gyűjteni. Tínédzserként ugye zenét hallgattam, előbb-utóbb eljutottam oda, hogy magnum volt, fel kellett venni, és hát a történet az, hogy nagyon ronda az írásom, felírtam, hogy Beatles együttes Love Me Do, és másnap nem bírtam elolvasni. És akkor valamilyen úton, módon ezt meg kellett oldani, és mondom, elmegyek, veszek egy írógépet, legépelem, bementem a boltba, Aranyánon lehetett kapni írógépet, és akkor fogtam magam, kimentem az Ecserire, akkor egy ilyen ócska piac, talán még a mai nap is működik, és kerestem egy írógépet, egy Remington írógépet vettem, hazavittem nagy örömmel és használtam. És üres volt így vele az íróasztal, mondom, kell egy telefon. És akkor vettem egy telefont. És onnantól kezdve nincs megállás. És akkor onnantól kezdve így elindult be önben ez a gyűjtési vágy, vagy ez egy szenvedély egyébként? Mert én azt néztem, hogy a telefonoktól elkezdve, a nem tudom én, az írógépeken át, gyakorlatilag minden van itt. Hát mivel azért alapvetően műszaki ember vagyok, tehát érdekelt ma technika, és teljesen mindegy, hogy ez most egy kávédaráló, egy telefon, egy írógép, és ezek a tárgyak szépek.
Azt miért tartja fontosnak, hogy a látogatók megismerkedjenek akár ezekkel a tárgyakkal, akár a gyerekek, mert szerintem én is most körbe mentem, és én teljes rácsodálkozás, meg ez a ilyen nem is volt, olyan nem is volt. Igen, szóval a kiállításnak ez az egyik lényege, hogy az emberek találnak olyan tárgyakat, ami egy kicsit felidézi a múltjukat, nehogy Isten gyerekkorukat, hogy tényleg ilyen volt, olyan volt, stb. Meg hát sajnos van egy olyan luka a történelemben, amit ugye ma már egy gyerek nem tudja, hogy mi az, hogy tárcsás telefon, nem tudja, hogy mi az, hogy szallagos magnó. Tehát ezt meg kell mutatni. Hisz akár az én életemben, akár a velem egy időseknél, hát most azt mondom, hogy 69-ben leszálltunk a Holdra. Előtte 50 éve volt repülés, tehát a 10-es években volt az első repülés, hogy mentek 50 métert. És 69-ben már Holdra szálltuk. És ugyanez a technikai fejlődés most is bármilyen technikában tetten érhető. Tehát a számítógépeknél, amikor szekrény nagyságú Winchesterek voltak, és ma bármelyikünknek a telefonja 10-szer, 100-szor többet tud. És ha már telefon, nézzék ezeket a régi telefonkészülékeket, ma már elképzelni sem tudjuk, hogy egykoron ilyen eszközökön keresztül bonyolították le egymás között a hívást az emberek. Aztán 1990-ben megjelent az első mobiltelefon, melynek mérete az idők folyamán egyre kisebb lett, majd 2005-től az okostelefon feltűnése után ismét nagyobb telefonokat kezdtek el használni az emberek. Billentyűzet helyett érintőképernyővel. De ezen kívül a 350 darabos gyűjteményből van itt néhány rádió is, és egy igazi kuriózum, ez az 1951-ben készült drótos magnó. Itt ez a nagyon pici, arra a kis drótra vett fel. Ugyanúgy tekercsbe volt, és azt tekerte ez a magnó. És ezek itt? Azok hát ugyanúgy stop, lejátszás, minden felvétel. Jó, ott is van. Tehát ez normál magnót megelőző korban drótra vettek fel. Az, hogy drótra, az is egy úgymond különlegesség, mert ugye annak idején, amikor nálunk elkezdtek magnószallagokat gyártani, már ugye a 60-as években, bármilyen hihetetlen, a Duna papírgyár kezdett gyártani magnószallagot, és hát jellemzően papírra készült, ami ugye természetesen könnyen szakadt, lepergett róla a hordozó réteg, nem ért semmit. Ezt a gépet sokáig néztem, míg nem György elárultam, egy 2 tonnás Winchester előtt állunk. Ebbe lehetett berakni ide a cserélhető lemezegységet, ami itt látható, és ez 2 mega lemez tárterület, és ugye ennek még az az érdekessége, hogy az egy dolog, hogy az ekkora meg minden. De hát ennek ilyen áramfelvétele volt, hogy úgy nyivastag kábelek kellettek hozzá. Tehát manapság lakás nem használ ennyit. Villanybojler, semmi otthon. És ez egy darab volt. Lehet, hogy ebből volt egy terembe 70 darab. És vannak itt olyan technikai eszközök, amik habár elkészültek, de sosem váltak igazán elterjedté. Ilyen például ez a DVD-t megelőző videólejátszó. Hiába készültek hozzá lemezek, sosem futott be, mert a CD megjelenése nagyobbat durrant. Így járt ez a Hitachi magnó is. Amiben egy filmre, egy Super 8-as filmet kellett berakni, és utána ebből egy videójel jött ki, és a videójelet rá lehetett a televízorra kötni. Magyarul meg lehetett tévén nézni ezt a filmet. Mindegyik eszköz közel áll a szívéhez, vagy van olyan terület esetleg, hogy nem tudom én, a számítógépek, vagy a nyomtató, Igazából írógép. Azt mondom, hogy mindegyik, mert mindegyik. Én szeretem a technikát. Búcsúzóul még megnézem György első írógépét és ezt a csodaszép látványos pénztárgépet, ami az 1910-es évek elején készült, és ahogy láthatják, még mindig működik. Nagyon izgalmas ez is, meg az egész kiállítás, úgyhogy én csak gratulálni tudok hozzá. Nagyon szépen köszönöm. Dusza Tibor dunakeszi festőművész otthonában járunk. Tibor Kazincbarcikán élt, mezőgazdasági szakközépiskolába járt. Azt mondja, kezdetben nem gondolta volna, hogy festőművész lesz belőle, de miután egy kazincbarcikai rajzszakkörhöz csatlakozott, valami megváltozott benne. És valahogy a hangulat, meg úgy az egész úgy megragadt, hogy az ember ne kubmászoljon az utcákon, hanem hogy legyen egy ilyen, vagy volt egy ilyen hely. És valahol itt kaptam azt az indítatást, hogy meg azt a rajzudást, azt a segítséget, hogy utána minden további nélkül fölvettek.
tanárképző főiskolának. De itt a szakkörön már látták azt, hogy mennyire tehetséges? Tehát kapott visszajelzést erről, hogy ezzel kellene foglalkoznia? Igazából semmi ilyen. Ez is egy érdekes dolog, hogyha az ember eljár egy szakkörbe, akkor egyrészt az egy dolog, hogy a tanár néha jön, beleszól, megmutat dolgokat, a másik pedig, hogy egymástól. Tehát látom, hogy ugyanannak a témának ki hogy állt neki, ki mire jutott, és ahhoz képest én hol vagyok, vagy hol szeretnék lenni. A főiskola után aztán Dunakeszire költöztek, itt Tibor rajzot tanított. Próbálkozott a festéssel is, de az emlékei szerint ez kezdetben nem igazán ment neki. Tehát első körbe semmi, és akkor elkezdtem úgy építkezni föl, és megnézni. Rengeteg sok képet, rengeteg sok kiállításra jártam. Megnézni azt például, hogy a csoporttársaim, akik festéssel foglalkoznak, hogy ők mire jutottak, mit csinálnak. És akkor ebből kezdett el épülni, hogy eljutottam erre a szintre, ami körülbelül egy annyit mutat számomra, hogy mondják emberek, hogy igen, látták a képemet itt és itt. A nevet nem tudták elolvasni, mert éppen távolabb volt, vagy nem volt aláírva minden, de tudták, hogy ez az enyém. Mikor találta meg a stílusát, vagy a hangját, vagy mikor tudta azt, hogy ez az, ami a figurális ábrázolás, gondolom, ez az, ami inkább jellemző. Egyrészt a figurális, másrészt meg az, hogy ez a Budapest. Főleg a Budapest, a város, hogy olyan hihetetlen hangulata van, hogy ha az ember megy az utcán, általában ezt úgy nem érzi. Több ok miatt egyrészt rohan. Másrészt az, hogy ugye vagy hideg van, vagy meleg van, vagy sokan vannak. És akkor én meg közben megyek, és akkor úgy raktározok a fejembe. Van, amikor fotózok, és akkor utána abból elkezdek építkezni itthon valamit, ami más, mint ami eredetileg látható, de mégis olyasmi. Tehát felismerhetők a helyszínek, egyáltalán az, hogy ott úgy mi zajlik. Igazából a hangulatot próbálom meg úgy visszaadni, hogy az embernek legyen egy ilyen kellemes érzése. És milyen technikákat alkalmaz, vagy esetleg kombinálja? Tehát én azt mondom, hogy először felrajzolom a képet, és utána pedig akrilfestékkel nekiállok, nagyjából felvázolok úgy mindent, tehát már akkor minden a helyén van, és akkor olajokkal pedig befejezem. Az olajfesték az azt tudja, hogy ez egy ilyen stabilan ott maradó. Az akril az inkább ez a homályosodó, inkább ez a pasztelesebb számomra legalábbis. Én így tapasztaltam. Ugye azt az imént mondta, hogy Budapest utcái inspirációt adnak önnek, de még honnan szokott merítkezni, amikor létrehoz egy-egy ilyen alkotást? Bárhonnan. Tehát, hogy egy mozdulat, egy pillanat, egy nem is tudom, olyan, mint amikor az ember így megy az utcán, és akkor úgy elrepül egy madár. Ott volt egy madár. Nem is maradt meg az ember fejébe, úgy csak tudom, hogy ott volt, és milyen jó volt, hogy ott volt. Körülbelül valahogy így. Önök legalább észreveszik még a szépséget. Igen, ez nagyon fontos. Keresni kell, és hát valamilyen kellemeset nyújtani. Azt szoktam mondani, hogy valami, tehát olyasmi képeket festek, ahol már úgy volt az ember, az legyen az az érzése, és jól érezte magát ott. Nos, ha tudnék, akkor Tibor árzpoétikája alapján én is lefesteném Dunakeszit, pláne ezt a csodaszép ártéri erdőt a Dunapart mellett, ahova most egy iskolás csoportot kísérünk el. A túrát Perényi Dorottya vezeti majd, aki környezetmérnökként a Rozmaring erdei iskola alapítója is. Hamarosan elérkezünk az első állomásunkhoz, de előtte köszönteni fogjuk a természetet, ugyanis egészen máshogy viselkedik a természet, hogyha
közel engedjük magunkhoz, és elmondjuk neki, hogy mi nem bántó szándékkal jöttünk, mi nem csak úgy turisták vagyunk, akik jövünk és szemetelünk és letaposunk minden növényt, hanem mi bizony ide csodákért jöttünk. Itt van egy bejáratunk, itt fogunk megtanulni csalán simogatni. De már az úton rengeteg gyógynövénybe botlik a csoport. Dorka megmutatja nekik az orvosi atracélt, az árvacsalánt, az orvosi pemetefüvet és a fekete nadálytövet is, illetve azt, hogyha nyitott tenyérrel alulról simogatja meg valaki a csalánt, akkor az nem csíp meg. Sőt, ha elfáradtál az erdőben, vagy egy kis vitaminpótlásra vágysz, akkor a legtetejét lecsíped, az ugyanis nem csíp. Összegöngyörgeted, egészen picire, megkapod, és nagyon finom. Nem ezeket a nagy leveleket kell, hanem a legfelső hajtástut. Ki olyan bátor, aki megsimogatja a csalánt? Wow, gyertek sorban! A csalán simogatás és a gyógynövény kóstolás után a csapat az erdőben folytatta tovább útját, ahol a gyerekekkel közösen Dorkáék azt is megfejtették, hogy miért csöpög az ártéri erdőben a fejünkre a víz a fákról, és hogy mi a szerepe az élővilágban a lebontó élőlényeknek. A lebontó lények azok, akik azért felelnek, hogy az elpusztult növényi részeket, egyébként az állatiakat is, apró részecskékre bontják, és végül földé, talajjá alakítják, humuszban gazdag talajjá. Úgyhogy ezt érdemes megnézni. Aki még akarja tapizon, aztán a csapat egy részével jobbra fordulunk, mert itt van mindjárt mellettünk a rókaluk, a téli szállás. Az erdőből az út a nádason át egy hatalmas tisztásra vezetett, útközben a gyerekek láncsás útifűvet is találtak, de érdeklődésüket jobban felkeltette a szöcske és a mocsári liliom. Aztán vidáman a mezőn keresztül leszaladtak a Dunapartra, ahol végezetül fákat ölelgettek az iskolások. Ez a nádtenger túra, ami a Berg Judit meséje, a Lenge mesék nyomán ihletődött. Ugyanis ez a Lenge mesék, ez a nádtenger élővilágáról szól, és arról, hogy ott milyen élőlények, milyen növények, hogyan élnek egymással, és úgy gondoltam, hogy ez a gyerekeket annyira érdekli, és itt van egy nádas a közelben, hogy muszáj ezt a túrát elindítani, és sikere is lett. És amikor elindítottad, vagy kigondoltad, nyilván ez volt az ihletője akkor Berg Juditnak a könyve, akkor kijöttél erre a területre, és akkor elkezdték keresgetni, hogy most akkor vannak itt gyógynövények, ez nagyon tetszett a gyerekeknek, vagy hogy állt össze az egész a fejedben? Tudtam, hogy van egy nádas itt Dunakeszin, és hiszen itt nőttem fel Dunakeszin, és mindig ide jártunk strandra a közelben, és úgy gondoltam, egy életem, egy halálom, én bevetem magamat ide, és megnézzük, mi van ebben a nádasban, és az ember csak szétnéz, és mindenhol gyógyító növényekre bukkan, akárhová lépünk, mindenhol ehető növények vannak, és ahogy mentem az útvonalon, úgy rajzolódott ki szépen, hogy itt erről érdemes beszélni, itt pedig a fűszfáról, itt a rókalukról érdemes beszélni. Minden helynek megvan a saját története, és erre csak figyelni kell. És például az, hogy megálltok egy-egy helyszínen, és mondjuk megkóstoljátok a gyógynövényeket, az nekem nagyon tetszett egyébként, mert szerintem baromi jó ötlet, de hogy ez is cél ilyenkor a túráidon, hogy így bevond őket, és ne csak tényleg így végigmeséld, és nézzék meg, elmondod, hogy ez micsoda, hanem hogy tényleg tapasztalják meg minél több fronton, ahogy csak lehet. Az ember szerintem úgy tanul a legkönnyebben, hogyha életszerűen élményeket szerez. És azt gondolom, hogy intellektuálisan sok mindent meg lehet tanulni, és meg is lehet érteni, de akkor válik az életük részévé, és ezeknek a túráknak ez is a célja, hogy ne csak egy ismeretanyagot szerezzenek, hanem egy szívben hordozott tudást arról, hogy hogyan is érdemes a természetben létezni, hogyan érdemes együtt élni velük. És hát miután én nagyon szeretem a gyógynövényeket, a fűszernövényeket, elég ingyenc vagyok, ezért természetes, hogy szeretném nekik megmutatni mindazt a tudást, amit én róluk tudok. Egyébként Dunakeszin mennyire könnyű ilyen természeti túrákat szervezni? Arra gondolok, hogy mennyire gazdag természeti értékekben a város és annak környéke?
Lássuk csak, hogyha Pécshez kéne hasonlítani, akkor azt mondom, hogy nagyon szegény, de rengeteg olyan terület van, például ez a Nádas is, ahol együtt jártunk most, ami valójában nem ismert az emberek előtt. Még általam se volt ismert egészen addig, ameddig el nem határoztam, hogy én szeretnék egy olyan tudást adni az embereknek, egy olyan, főleg a gyerekeknek, családoknak, ami valójában az életüket színesebbé és érdekesebbé teszi, és akkor kezdtem el én is körülnézni jobban, és döbbentem rá, hogy Dunakeszi, bár nagyon-nagyon betelepült, nagyon-nagyon sűrű lakott terület, azért van rengeteg olyan kis folt, amit érdemes megőriznünk, érdemes figyelnünk rá, és ezeknek a túráknak az is a célja, hogy az emberek tudják és figyeljenek rá, hogy ide már nem lenne ezt a szabad több lakóépületet tenni, hanem egészen egyszerűen csak élvezni a természet szépségét. Azt mondtad, hogy túrák, ezek szerint akkor több túrát is vezetsz, említesz néhányat? Igen, az egyik a közelben lévő homoktövis túra, ami Magyarország legnagyobb összefüggő homoktövis állománya, és ahol csodálatos, csak Magyarországon élő növényfajokat mutat be, valamint a fiúk számára is nagyon érdekes, mert ezen a területen számos harcászati tevékenység maradványa látható, lövészárkok, bombanyomok, stb. Már teljesen tiszta a terület, tehát biztonságosan lehet oda menni, de még az árkok megmaradtak. Nagyon szép a csurgótanösvényünk. A csurgópataknak a völgye az egy csodálatos természeti beékelődés itt Dunakeszin, Göd és Dunakeszi között egy kifolyó víz körül kialakult patakmeder, és az ott élő mindenféle növény és állatfaj, például víziskorpiót is lehet ott találni, ami elég különleges a csattogók is ollóival, illetve a fölmeresztett farkával. Dunakeszin van az erdő légzés túra is, ami itt megy a vízparton, és ahol megtanuljuk értékelni a levegő és a víz kapcsolatát az ember viszonylatában, és még számos további túránk is van. És miért jutottál erre a döntésre, vagy miért kezdtél el ezzel foglalkozni, hogy túrákat vezetsz? Egyetem mi az eredeti szakmád? Hát, onnan kezdeném, hogy eredetileg állatorvos szerettem volna lenni, mert az édesapám is állatorvos, de 18 éves korom tájékán a műtétek közben elkezdtem rosszul lenni, és én ezt intőjelnek vettem, hogy itt valami másról kéne foglalkozni, én ugyanis szerettem volna családot. És úgy gondoltam, hogy az állatorvos szakma és a család az nem biztos, hogy összefér, és ezért döntöttem úgy, ha nem az állatokkal, akkor a természetgyógyításával szeretnék foglalkozni, és így lettem környezetmérnök. És hosszas utam volt, míg egy saját céget alapítottunk, a Gerison Mérnöki Kft-t, ami jellemzően mérnöki tevékenységgel foglalkozik, többek között napelemes rendszerek telepítésével is. Viszont egy idő után úgy éreztem, hogy nagyon fontos, hogy az a tudás, ami összeállt a fejünkben a párommal, mert vele együtt csináljuk ezt a céget, mások számára is élvezhető formában átadható legyen, és így döntöttem úgy, hogy csinálunk egy erdei iskolát, és túrákat fogunk vezetni, és mindazt, ami a fizikában, biológiában, matematikában, mint tudás megszerethető, azt a természetben élvezhető formában szeretném visszaadni a gyerekeknek. Tehát az erdei iskola és túravezetés ezek szerint akkor ez csak gyerekeknek szól? Nem. Családoknak, időseknek, minden korosztálynak, bárki jöhet, nagy szeretettel fogadom őket, de minden korosztálynak a saját igényeinek és ismereteinek megfelelően adom át a túra anyagát. Tehát az óvodásoknak egészen más tematikai túrát vezetünk, mint egy családnak vagy mint egy osztálynak. Nekem tetszettek nagyon a rókalyukak, és nagyon szép volt így a hínár, vagy nem hínár, hanem így a nád között menni. Láttam már valaha például rókalyukat? Már egyszer láttam. És egyébként mondhatjuk azt, Villő, hogy tanultál ezen a túrán? Tehát új információkat hallhattál a Dorkától? Igen. Tehát akkor jó volt? Igen. És neked, Zsófi, hogy tetszett? Hát nekem nagyon tetszett. Nekem az volt a kedvencem, mikor így a növényeket megismertem, és hogy mire jó, és ez így nagyon jó volt. Te voltál, az nem, úgy láttam, hogy meg is kérdezted, hogy feljegyezheted-e azokat a dolgokat. Mi a terved ezekkel a gyógynövényekkel? Hát nagyon szívesen kipróbálnám őket, és igen. Szuper. És neked Borbála, ugye? Nekem is a rókalyukak nagyon tetszettek, és ez a hely is nagyon tetszik, nagyon szép. És a nád között is nagyon ilyen jó kis kaland túra volt számomra.
rókalyukak nagyon tetszenek, nem tudom, mi az, ami ennyire megfogta az érdeklődéseteket. Rókát sajnos nem láttunk. Hát igen, sajnos rókát nem láttunk, de én soha életemben még nem láttam rókalyukat, és nagyon meg voltam lepve, hogy itt is van. Mert nem gondoltam volna, hogy itt is lesz. Itt ilyen közel a lakóhelyetekhez. Igen. Dorottya, rókalyukak neked is? Hát nekem tetszettek nagyon a rókajuk, meg ezek a sok gyógynövények, mert az úgy megfogott engem, hogy így ez csak egy ilyen úgymondott tér, de mégis annyi minden van benne, ami így jó valamire. És ahhoz mit szóltatok? Mert nekem nagyon tetszett, nem tudom ti, hogy vagytok vele, hogy például megkóstoltátok, és ugye Dorka elmondta, hogy nagyon-nagyon sok ehető növény van körülöttünk, tehát hogyha az erdőbe kerülünk, akkor éhen nem fogunk halni. Igen, nagyon jó volt, mert így, hogyha például kijövünk kirándulni esetleg akkor, és esetleg, nem tudom, megkívánunk valamit, akkor meg tudjuk elni, és tudjuk, hogy mit elhetünk, és mit nem. Melyik volt a legfinomabb? Hát én csak egyet kóstoltam meg a csalánnak a tetejét, de az nekem nagyon nem ízlett. Azok nagyon tetszettek. Ízük? Nem kóstoltam. Nem? Nem. Nem volt elég bátor, vagy miért? Nem voltam elég bátor hozzá. És neked mi tetszett a legjobban? Nekem azt tetszett a legjobban, amikor megöleltük a végén a fát, de amikor a rókhajukat ugye megnéztük, meg amikor szétszettük azt a régi fát. Aha. És a faölelésben mi az, ami tetszett, Réka? Hát úgy éreztem, hogy ő is él. És hogy érezted? Hogy érned? Hogy ugye hidegebb volt, mint amikor csak is simán hozzáérek. És hát így éreztem, hogy mint hogyha dobogtott volna a szíve. Uh-huh. És érezted például magadban azt a nyugodtságot, amit így a faölelésnél mondanak az emberek? Hát éreztem, és igazából nagyon jó volt, mert ő ugye megnyugtatott, és ilyen fura érzés volt, mikor ugye éreztem, hogy valami dobog benne. És csináltál már azelőtt ilyet? Hát mikor kisebb voltam, igen, akkor a tesómmal volt, hogy így szaladgáltunk a fák között, és megöleltük őket. Akkor nem volt most ez egy ilyen új élmény, de jó élmény volt. Igen, nagyon jó volt. Lili, te hogy látod a túrát? Mennyire érezted jól magad? Hát én nagyon jól éreztem magamat, de ugye amikor ott mentünk a csalának, már megcsapott a csalán, szóval az nem volt olyan kellemes, de utána már el is múlt, úgyhogy jó volt. Azt mondják amúgy, hogy egészségesen. Igen. És a gyógynövények hogy ízlettek? Én nem kóstoltam, mert így nem tudom, valahogy nem tudtam így megenni. Összességében van olyan, ami neked úgy nagyon tetszett és megfogott? Hát nekem most a Duna, hogy láttam meg, hogy oda mehettem, mert ott van ott egy kis rész, ahol így rá lehet állni ott, és látszódik a Duna, és ott állsz rajta. És ez nekem nagyon tetszett. Olyan érdekes, hogy mindenkinek más tetszik, azon kívül, hogy egyébként a rókajuk az így folyamatosan előkerül, de jó így hallani benneteket. Na és Anna? Nekem itt nagyon minden tetszett. Leginkább, amikor ott elmesélték az üvegát, az nagyon érdekes volt, hogy ideig fönnmaradt az az üveg, meg így ez a szép öböl, ami itt látszik a Dunánál. A fiúk már nem voltak annyira közlékenyek, mint a lányok, de azért ők is megosztották velem élményeiket. Én nagyon örültem, hogy én azt a szép virágot én fedeztem fel elsőnek, és hogy az volt az egész rétem. Azt tetszett a legjobban, a virág? Többieknek mi tetszett a legjobban? Sikló. Láttad sok siklót? Igen, arra teljesen lemaradtam. Nektek mi tetszett a legjobban? Úra nagyon jó volt, meg hogy egyébként elsőnek mehetünk rajta. Uh-huh. És ti, srácok, a hajóépítésen kívül? Hát jó volt a túra is, meg az is, hogy amikor így felfedezhettük a rókajukat, meg ilyesmiket. Uh-huh. Tehát mondhatjuk azt, hogy azért tanultatok, vagy új infókat tudtatok már? Igen. Mi volt, ami neked például tetszett? Hát amikor sprintelni kellett a másik oldalra, az nagyon jó. Nagyon cukik egyébként, mindenkinek más tetszik. A rókajuk nyert a lányok körében, azt látom. Neked? Nekem is a rókajuk. Nincs mit tenni, rókajuk. Mi most annak a lóversenypályának a kellős közepén állunk Györggyel, amit az imént önök is láthattak madártávlatból, és hát azért szerintem az kitűnik, és hogyha Dunakesziről is készítünk egy ilyen drónfelvételt, hogy hatalmas, több kilométeres lóversenypályáról van szó. Mit keres itt Dunakeszin egy ekkora lóversenypálya?
Egy nagyon jó helyet találtak annak, amikor erre gondoltak, hogy egy lóversenypályát. A Magyar Lovaregylet építette, vette meg ezt a területet a Fóti Károlyiaktól, és ez egy teljesen homoksivatagként élte az életét, mihaszna terület volt. Majd aztán angol szakmérnökökkel, kertészekkel megjöttek, befásították ezeket a fenyveseket, mind akkor telepítették 120 éve, és kialakították azt a tréning központot, amit az angolok Newmarketbe alkottak meg, és ettől kezdve, 1890-et írunk, ettől kezdve volt a Magyar Lovaregyletnek önálló lóversenypályája. Egy évvel később, 1891-ben már megtartották az alagi lóversenypálya első futamát, ami az alagi díj 1893-as megalapításával rendszeressé vált. 1896-ban új pályát építettek, illetve fenyőfákat telepítettek a homok megkötése és a jobb levegő miatt. Később a Tanácsköztársaság bukása után, miután a pesti lóversenypályát felszántották, 1925-ig a Magyar Lovasport Központja ide Alagra költözött. Dunakeszin a fénykorban 600-nál több lovat treníroztak. Aztán az államosítás véget vetett szinte mindennek. A rendszerváltás után a Magyar Lovaregylet újjáalakult, 1994 óta viszont ismét rendeznek versenyeket itt. Mi például tréningezünk minden nap, most jelenleg 400 lovat, meg tréningeztünk még 1000-et is, meg 1500-at is a régi időkben, attól függ, hogy milyen állománnyal rendelkeztünk, és ezek a lovak a világ minden tájára mennek el és futnak. Ezek például a tavaszi Baden-Badeni, a németországi Baden-Badenben a május vége felé, azaz mostanában a hétvégén lesz ugye egy verseny. Oda például innen rengeteg ló kerül el, azáltal, hogy ebben a homokban már január-februárban tudnak úgy dolgozni, úgy trenírozni lovakat, hogy nem fogja szétszedni az inát, mert nem fagy meg. Mert ebben, ez egy olyan homok, amiben nincs víz. És ez adja azt az esélyt. Úgyhogy vannak úgy, hogy nyugatról akár lovakat hoznak ide a téli időszakba, mert itt már komolyan el tudnak kezdeni úgy dolgozni, hogy ezért voltunk elég sokszor sikeresek ezeken a korai versenyeken. Itt edzették az utóbbi idők legsikeresebb magyar színekben versenyző lovát, Overdose-t is, aki 2008-ban a világranglista harmadik helyén állt, Európában pedig a legjobb eredményt érte el. A csodaló ebben az istállóban lakott, Hanvait pedig itt a platánfa alatt helyezték örök nyugalomra, az alagi tréning központban. Ez a csodaszép 3 éves mén jelenleg a lóversenypálya legsikeresebb lova. Hogy néz ki ezeknek a lovaknak a mindennapja? Most például abban a részben vagyunk, amikor 5 óra, 6 óra között kapnak enni, visszacsukják az ajtót és pihennek. Reggel ezek, mint a biológiai menetrend szerint, ezek 4-5 órakor már fönn vannak, és akkor megérkezik hozzájuk az első ember, aki először benyit az istállóba, és ezért mondtam azt, hogy mint ösztönállat, ösztönlény, hogy nagyon megörülnek annak a hangnak, aki egész nap foglalkozik velük, és akkor kapnak enni, és utána a tréner, aki itt most ebben a jelen esetben, az megmondja az edzési módszereket, az edzési programot, és akkor 4-5-ös, 6-os, 8-as lottokban ahány zsoké van, abban akkor hatan összeállnak, elindulnak, itt az egészet, itt az udvaron megoldják a lépés meg az alapmunkákat, az alapozást, majd kimennek a valamelyik pályára, vagy arra, ahol voltunk, és ott azt a tréninget, amit kér a zsoké, vagyis a tréner, azt a tempót, azt a 2-3-4 ezer métert abba a tempóba úgy kell csinálni, ahogy ő kéri, és akkor ledolgozza, visszahozzák, akkor egy jó órát még a visszaállnak a pulzusai, megszáradnak, megtisztítják őket, beteszik ide a boxba, és akkor eddig az ideig, ahogy most itt vagyunk, addig itt vannak. György közben megmutatja nekem az angol telivért közelebbről is. Azt mondja, legjobban az agárkutyára hasonlítanak. Itt vannak azok az inak, amiknek ki kell bírni azt a sebességet, hogy 60-nal mennek, van 4-5 mázsaló, és egy lábra csapódik be. Ettől a gyönyörű, szép, több helyen megcsukló lábszerkezettől tud
tud a körmozgáshoz hasonló legjobban közelítő mozgást végezni. Nagyon szép vagy. Ez a ló, a családnak a kedvence, és a gyerekektől a mamáig, a papáig mindenki ide jár ki, és így simogatja állandóan, meg aztán a pályán. Barátságos nagyon. Meg aztán a pályán. És szereti is ezt. Ügyes legyél, most meg pihenjél. Számtalan információval és élménnyel a tarsolyunkban mi most elindulunk vissza Budapestre, ugyanis adásidőnk végéhez érkeztünk. Remélem, hogy jól érezték magukat, hogyha igen, akkor látogassanak el Dunakeszire, holnap pedig nézzék a Hazahúzót, hiszen egy újabb epizóddal várjuk Önöket. Vigyázzanak magukra, viszontlátásra! A műsor támogatója a Széchenyi Pihenőkártya.